szépen ismét bekúszott. Bekúszott a napi rendünkbe a hétvége. Menő jó kis játék lesz ismét. Milyen? Ne is mondd. Teljes mértékben rákattant mindenki. Egy ilyen pixel hónap. Sikeresen túlélte mindenki a munkahetet. Kuncsunak nagyon szépen köszönöm a második hónapot. Ezek szerint annyira nem bántad meg azt az elsőt. Köszi szépen. Claire éppen kész lett a vacsibal. Piszok éppen bekukizik. Na hát, hello mindenki! Még holnap dolgozik? Ja, hát, na de látod, ott van a tökéletes ellenpélda. Van, aki még holnap dolgozik, van, aki meg még ezen a héten nem is ment. Legjobb. Ez az, a jobbak nem mentek. Árpi bácsi, köszönöm szépen a 34-et. Nálunk csak jövő héten kezdődik a munka. Az igen. Azóta meg is vetted, Zed? Fú, nagyon, nagyon örülök neki, hogyha neked is bejött. Borzasztó jót szórakoztunk a streamen, és drága baráti körben is egy jó páran megvették, úgyhogy esténként mindig mutogatok, úristen, ők már hol tartanak, mint tartanak. Hát Dávid azután a stream után megvette a játékot, és hát nem egészen 2 nap alatt sikerült belerakni a 25,5 órát. De mondjuk Miss Lore sem panaszkodhat, mert neki 15,5 órája van benne. Tehát, hogy azért pillanatok alatt belepakolták a srácok az órákat. És akinek ezen a héten már van 20 túlórája, az melyik csapat tagja? Úristen! Már most 20 óra túlóra? Az szép! Hát igen, Vatta. Ott olyankor szerintem sokkal gyorsabban telik direkt. Ja, hát azóta egyébként én is tanultam a hibáimból, tehát... De ez így volt jó, hogy azon az első streamen meg tudtam nektek mutatni, hogy mekkora szopás, hogyha nem figyelsz, meg hogyha kapkodsz. Nem, ez egy ilyen full chill játék, ezt így lazába kell tolni, nem szabad rohanni. De egyébként megbüntet a természet, meg úgy minden is. Na, hello! Üdv! Most már itt ültem a gép előtt, úgyhogy most már nem kellett plusz idő. Most kávét nem is főztem le magamnak. Na, lehet, hogy ennek majd este megszívom a levét, de majd legfeljebb iszom később egyet. Na, srácok, üdv mindenkinek! Kellemes péntek estét! Ahogyan megszavaztátok, folytatni fogjuk ezt a zéro... Én nem tudom, hogy kell helyesen mondani ennek a nevét? Sivert? Vagy zéro sivert? Hogy mondják ezt jól? Zivert? És az mit jelent? Ezt megmondom őszintén, nem googliztam ki. Mármint, hogy így nem néztem meg szótárba, hogy mi lehet a jelentése. Én csak zérónak. Radioaktivitást mér? Travis visszafelé. Közgigler, köszi. Ezzel nem kerültem sokkal közelebb a megoldáshoz.
Sugárzási dózis. Á, tehát akkor a játéknak a neve az az, hogy zéró sugárzási dózis? Cseles, végül is igen, mert ilyen radioaktív területen rohangálunk. Kicsit radioaktív. Aztán van nagyon radioaktív. Vagy zéró sugárzás. Igen, az még a másik. Az lehet, hogy jobban is hangzik a zéró sugárzás, igen. Akkor szépeket kíván a cím. Jobb, mint hogyha... Be van zárva az az ajtó. Jobb, mint hogyha azt mondaná, hogy szép halált. Kb. Azt tudom még elképzelni. Nem volt becsukva. Azért volt itt hideg. Kiejtése szívert. Jó van. Na, hát akkor zéró szívertezni fogunk, srácok. Ami történt egyébként off-stream, folytattam egyébként azt a játékot, amivel a streamen elkezdtük, viszont elcsesztem egy questet, úgyhogy resetelni kellett, és hát kezdtem egy újat, és azzal játszottam. Nem vagyok sokkal tovább, vagy nem tartok sokkal tovább, mint anno a streamen, ahova eljutottunk, de tudjátok nagyon jól, hogy az ilyen játékoknál úgy van, hogyha már másodjára ugrasz neki, akkor sokkal céltudatosabban meg nem tudom, direktebben tudod gyűjteni a lootot, úgyhogy progresszben egy picikét előrébb vagyok, mert meg vannak építve épületek, de úgy fegyverekbe annyira nem. Úgyhogy olyan nagyon sok mindenről nem maradtatok le. Végtelen mennyiségű questem van még mindig, úgyhogy jót fogunk szórakozni, gyűjtögetünk, aztán megpróbálunk fejlődni. Nem rendeltem még meg, Martin. Nem rendeltem meg, mert Loli említette, hogy jön majd most valami új cucc az OBS-be, és lehet, hogy az jobb lesz. Na mindegy. Side note. Új áremelkedés? Ja, nem. Most összezavartatok. Tudjátok mit? Hagyjatok békén. Menjünk játszani. A helyzet az, hogy összezavartam igazából saját magamat veletek. Úgyhogy ez a legszebb, amikor saját magamat összezavartam. Na, ezt a slot egyet fogjuk folytatni. Sixfo! Nagyon szépen köszönöm, az Anakronnak ajándékozott szubot. Köszi szépen, haver. Na, srácok, annyi változott. Progresszbe ott tartok, hogy vettem már magamnak egy 18 kilós hátizsákot, és egy ilyen tök jó radioaktív... ellenállós ruhát. Úgyhogy ez mindenféleképpen upgrade az előző streamhez képest. És ja, hát itthon, a bázison megépítettem mindenfélét, ami azt jelenti, hogy van egy kis kertem, van egy ilyen scrappelős asztalom, ide hozza a kisegér a lootot, ott egy pokélabda az asztalon, azt nem tudom, hogy látjátok-e. Ott van a Forge, ez is hoz valamit. Majd a következő nap meg fogjátok látni, hogy itt minden nap kapok ezekből itemeket. Azon kívül itt van egy ilyen orvosi ellátásra alkalmas helység, meg... Na látjátok, ezt nem is tudom, hogy ez micsoda. Na mindegy. Azon kívül, hát a bankba így igazából próbáltam szépen rendet rakni. Ami viszonylag sikerült, tehát így van kaja pia... Aztán vannak ilyen elektronikai cuccok, itt vannak a hílek, elég sok ilyen szirinzset találtam, ami másfél percre ad egy buffot, mert ez a piros, ez másfél percre ad 30 HP-t, de csökkenti az éhségemet, ráadásul folyamatosan, szekenként, ez nem jó. Ez nem tetszik. Ti használgatjátok ezeket a szurikat? Mert ahogy látom, mindegyik hunger and thirst-t csökkent szekenként. Na most például egy ilyen
ami 0,12-vel csökkenti másodpercenként a szomjúságomat 300 másodpercig, jó, hogy nem hal meg. Vagy öl meg rögtön, bazeg. Na mindegy, egyelőre ezeket csak úgy gyűjtögettem, meg félrerakosgattam. Van egy pár fegyver, amit így tesztelgettem. Már van ilyen zöld sniperem, ez tök menő. De most egyelőre ezzel a fegyverrel megyek, még mindig ezzel az MKM. Igen, ezzel az MKM-mel. Én ezzel úgy el vagyok. Ami most egyébként cél, csinálni fogjuk a questeket, és ettől a bácsitól nem veszünk semmit. Viszont a dokitól lehet vásárolni új cuccokat. Erre a heal mi az nem kell, repair armor az jöhet. Nézzétek csak, a csókától már megvettem ugye ezt a ruhát. Tegnap este néztem egy hölgy streamert, Elden Ring Challenge-et streamelt. PT... Ja igen, azt tudom a Nakron. Van egy csaj, most nem jut eszembe nekem se a neve, de ő olyan challenge-et is csinált, hogy dancepaddel nyomta az Elden Ringet, és ugye közben a kezébe volt a kontroller, amivel meg Dark Souls-ozott. És egyszerre játszott a kettővel, és egyszerre boss fightolt. Valami elképesztő volt. Nézzétek majd meg, nagyon durva. Na, szóval megvettem ezt, és most egyébként táskát fogunk upgrade-elni. Tehát, hogyha összejön a pénzem, akkor szeretném majd megvenni ezt a 29 kilós hátizsákot. Mert van olyan, amelyik 21, és így ad még plusz statot, de engem nem érdekelnek ezek a statok, én meg fogom venni ezt a 29 kiló mínusz statos dolgot. Úgyhogy most erre gyűjtünk, srácok, ami azt jelenti, hogy mi az, hogy buy for 45 ezer per 9... Ja, hogy kettő van nála. Tehát 45 ezer pénzt kell összeszedni, és akkor tudunk venni egy jó nagy hátizsákot. Jó? Martinnak azért is lenne érdemes megnéznie azt a lányt, mert lehet, hogy akkor neki is jobban mennének ezek a Souls-like játékok. Amit tegnap művelt azzal a rókával, én először csak így hallgattam a streamjét, én azt hittem, hogy valami challenge-et csinál, hogy nem néz oda és úgy fájtol. Mert mindig csak meghalt. Nem is játszott. Én szerintem nem is akarta megölni azt a bosst. Na, meg itt egyébként... Velkor, köszi szépen a Prime-ot. Itt egyébként van másik armor is. Viszont nekem ez az armor nem tetszik, és nem tudom, hogy valamelyik őtök vette ezt meg, de hogy ennek nincsen anomaly, nincs radiation, ennek nincs semmije. Ennek még talán van egy kevés, ez mondjuk annyi, hogy ez class 4-es, de hogy ebben nem látom így az erőt. Pacifista bossa. Igen. Kellőképpen fölkúrta magát azon a bosszon, azt láttam. De hát... Oda azért be kellett volna szúrni ott a chatre egy ilyen get good-ot, vagy valami. Ilyenkor az mindig jól szokott jönni. Hát még amúgy is, most miért kell rage-elni egy játékon? Nézzétek meg Danit. Ő se szokott sose. Na, és megnyílt ez a vendor, akinél viszont elég durva cuccok vannak, srácok. Úgyhogy ezt egyébként lehet, hogy majd jobban át kéne nézni, mert ECM, EC70, tehát hogy itt azért vannak eléggé brutál dolgok, és ezt nem tudom, hogy érdemes lesz-e ettől vásárolni, vagy nem, de az biztos. Ezt jó megmondtam. Na mindegy, úgyhogy megyünk be. Daniel Lord sosem rage-el. Ő sosem. Jaj, nem, alszunk. Este van. Este meg nem látok. Bejövök ide a sufniba. Itt van ágy. És kellene aludni. Hát, adjunk neki reggel 8 óra. 8 óra 6 percig aludhat. Na, cserébe éhes és szomjas vagyok, de az minket nem érdekel, mert gyorsan veszek kaját, piát, azt mehetünk. Ezt így egy jó 3000-ért. Valamit komplíteltem.
De csak valami subtaskot. Na mindegy. Semmi gond. Egyé konzervet. Mámi minden vérzett Martinnak. Te bezöldülünk? Bezöldültünk, akkor lehet, hogy elég csak egyet inni. Hopp! Hopp a víz, attól lettünk sárgák. Egy tejet is ígyunk meg. Van valami mondók, amiben benne van, hogy tejet iszom. Én nem emlékszem, hogy mi az. Jó, a többit most egyelőre kirakjuk, majd kraftolunk később. Most egyelőre csak ide beszemetelünk. És van nálam két hotdog. Főztem már két nagyon funky hotdogot. Úgyhogy, let's go! Erő izom, tejet iszom? Igen? Az szokott lenni a mondás? Csupa erő, csupa izom, minden reggel tejet iszom. Na, ez már jobban tetszik, mármint ez így hosszabb. That's what she said. Jaj, nem áll már, megint eső van. De nem reggel 8 óra van? Na. Oké, hát ez így egy kicsit nehezebb lesz, de nem baj. Bekapcsoljuk a mindent látó éjjel látónkat. Mivel lehet bekapcsolni a... Új, a faszom lő. Várja már. Hol... Ez nagyon közel volt. Hallottátok ti is, nem? Valaki valamivel harcolt. És ezt nekem le kellene vadászni azt a valakit. Jó. Oké, semmi gond, semmi pánik. Ezek csak farkasok voltak. Nyugalom. Dárt Mogyi, köszönöm szépen neked is. De figyeljetek már, valaki itt lövöldözött. Ezt határozottan állíthatom nektek, mert... valaki valahol valamit durrogott. Ott van még egy hulla. Néha tök nehezen veszem észre a hullát, és olyankor szoktam várni egy kicsit, mert ezek a dögevő hollók, vagy mi a rák, ez így rámegy. És akkor megtalálom. Ez nem jó, hogy valahol így sunnyog valaki. Az egy nyuszi. Figyelj, hogyha ez így megy tovább, akkor engem meg fognak most répázni. Az is egy nyuszi. De hol van az, aki itt lövöldözött? Borzasztó közelinek hallatszódtak azok a lövések. Na jó, akkor hatoljunk be ide. Amúgy nem tudom, konkrétan semmi értelme nincsen ennek a... Ajajajaj! Hallod? Szerintem ezek a gúlokkal. A zöld, azt nem bántjuk. Úristen, figyelj, az nagyon jó lenne, hogyha ti bejönnétek oda bentre. Mit szóltok hozzá? Hűgyenyó. Futás. Na, most megpróbálom kihúzni onnan a... lázárékat, vagy hogy a francba hívják őket ott bent. Mennyi ilyen izén van? A négyesen már nincs sok. Híleljünk az ötösről. Azaz, gyere! Úgy, így a jó! Ez az! Na, most megpróbálom összeugrasztani őket, és én majd csak a végén befejezni. Ez így kell csinálni. Ez a pro moves. Igen, hagyom, hogy előre menjenek a kis zöld mukik. Someone killed him!
Nekem az a jó, ha a zöldek nyernek. Mert a zöldek engem nem bántanak, és itt vannak egyébként lázárék. Látom még én... Haver, ott amúgy még vannak. Majd most én ide húzom nektek. Erre csak, mert ez kifogyott ez a töltényem, pillanat. Nem jön? Jó, akkor én addig innen lootolok. Erre mi van nála? Cigi, töltény? Hát ilyen szarokat már nem viszek el, amúgy. De nem... Nem lőnek. Én örülök még. Hát nem mernek jönni, mert a zöld manók védenek engem. Tuti. Azt még, ez szerintem az az utcsó. Figyeljetek, ez borzasztó fat loot lesz, hogyha azt az utolsót megölöm, és kilootolok itt mindent. Csak nekem az nagyon gyanús, hogy ő ott elbújt. Addig nem merek, addig nem nagyon merek lő. Azaz. Halljál már meg! Mennyit kell belelőni, láttátok? Na most halt meg végre. Hallottad, ez nem akart meghalni. Erre, itt van valakinek a lootja. Azaz, azt figyeljétek, óra! Hát egyelőre még elrakjuk a fegyvert, bár itt szerintem sokkal több minden lesz, mint amit el fogok tudni vinni, de legyen az a legkisebb problémánk. Na ezt nézzétek. Mi? Ez egy ghoul. A nyelvek nem kellenek. Aha, megvan. Na ő volt az. Ő Lázár. Ő az egyik ilyen miniboss ezen a pályán. Kóla, az nagyon jó. Azt tök ritkán találok, és itt van ez a lényeg. A Police Stationnek a kulcsa, ugye ez az? Igen, Police Station key. Ezt a Welt, azt visszük. Meg az aranyórát. Nagyon jó, viszont itt... Ó, várjál, itt még van valaki. Az mi az elején? El tudom még vinni? Jó, ez nem feltétlen kell. Bár mondjuk még elfér. Mirmi drón! Szia, köszönöm szépen! Ilyetek, akkor elkezdem kipakolászni a húsokat, mert azok annyira nem kellenek. És akkor lehet, hogy még tudok vinni magammal fegyvert. Heal az jöhet. Az meg egy óriási kompenzátor az elején, nem? Azt is elrakom, mert nem tudom, hogy van-e olyanom otthon. A gúlokkal harcoltak, mert itt gúllútok vannak. Ott még van valaki. Hát ez még kiszökött. Nem is jött. Jaj! Jó pofán lőtt. Csoki! Premium csoki! Meg vodka. Ha, na, most túlterhelődtem, úgyhogy most már valamit el kell dobálni. Ez micsoda? Canned beans. Ó, hát várjál, már ilyet tudok enni. Csongrád megyében járok, és ő volt a miniboss. Várjál, azt megettem. Jó, azzal most egyelőre jó vagyok. Inni kéne valamit. Igyuk meg az egyik vizet. Kicsit targeteltebben kellene szerintem rámenni a questekre, mert most így mindig az szokott lenni a baj, hogy elveszek a mapon. Bejövök, lootolok, azt igazából semmit nem érek el, de addigra már tele van a táskám, és nem tudok semmit fölvenni. Ja, vármegye. Igen. Már figyelni kell erre, persze.
Na, Police Station, ha már megkaptuk a kulcsát, akkor nézzünk is be. Ú, bazznek, de megijesztettél, haver. Na. Police Station. Na, ez itt nagyon fat loot. Először nézzük az orvosi ládát. Kikapkodjuk a híleket. Átmegyünk az elsőt. Na igen. Na, ezek azok, amiket általában majdnem mindig kiszoktam vinni, bár ezt nem viszem. Azt mondja, hogy ez NB5. Az a gond, hogy én még az ikonokat annyira nem jegyeztem meg. És nem mindegyikről tudom eldönteni, hogy melyik alap, és melyik durvább. Ez valami pisztoly, ez meg egy szkóp. Ezek közül egyik se tűnt olyannak, mint ami nagyon durva lút lenne. Ilyet már nem viszünk, mert abban nagyon-nagyon sok van. Hello? Hát csak azt viszem el, amit használ, amit tudok is használni. A többit azt itt hagyjuk. Ne legyünk mohók, kell hagyni a következő lootoló emberkének is. A pénz az jöhet, hát azt nyilván nem hagyjuk itt. Aranyóra. Ott a Zippo öngyújtó. Na ez az. Na ez már döfi. Nézzük csak, ez hány kilós? Ez 2,5 kilós ez a fegyver. Ez 3,3. Ez 4,20. Akkor ki kell cserélni. Ez volt a legnehezebb. Hát még így se úsztam meg. Hogyan tudnám ezt megoldani? Lehet, hogy kirakjuk a vodkát, azt nem viszem magammal. Még van itt más, amit meg kell nézni. Még szokott lenni itt loot ebbe az automatába. A vizes flakont azért viszem magammal, mert vizes flakonból meg szénből tudok csinálni magamnak vizet. Innen nem kell semmi. Na, és akkor itt van még ez a sok. Az kell. Hát... Amúgy el kell... Ott egy PlayStation! Oké. Hát... nem vagyok benne biztos, hogy elbírom. 37 kiló fölé megyek ezzel. Opa! Akkor nem visszük el a Game Station-t. Majd találunk később. Jó, hát figyeljetek, igazából nem sikerült megint csinálni semmit az égvilágon a questek közül, de cserébe már tele vagyok, úgyhogy ilyenkor indul az, hogy akkor most elindulunk kifele. Ott van disznónak a hullája. És nekem azt hiszem disznó fog kell. Igen. Hát, és ezt vinnem is kell magammal, haver. Igen, mert borfangot, meg ilyen ghoul nyelvet kell gyűjteni. Viszont ilyen tempóba kifele menni úgy, hogy bal föntre kell átsétálnom, azt lehet, hogy nem szeretném. Úgyhogy... szerintem valamit ennek örömére dobigáljunk el. Az a baj, hogy a fegyvereknek van nagy súlya, de nem tudom, hogy például erre van-e szükségem. Hát lehet, hogy ezt a velt eldobom. Végül is van olyanom otthon, de az az igazság, hogy ilyenjeim is vannak otthon. Tehát például ilyenem is van otthon. Erről a kompenzát, meg a silencer az, amit nem tudok, hogy van-e. Mindegy. Kiraktunk.
csokit enni? Meg szoktam enni, de most kivételesen egyébként jó vagyok, mind ital, mind étel tekintetében. Pihennie kell majd a karakteremnek, az tudkó. Képzeljétek el, volt egy olyan köröm off-stream. Az ilyeneket imádom a legjobban. Tök szuper volt a kör. Iszonyatosan sok és jó lootot találtam. És olyan sokáig voltam benne a mapon, valami XP-zős küldi miatt. Csináltam csomó mindent, tudjátok, öltem. Még azokat is lootoltam, amit utána így ott hagytam. Besötétedett a pályán. És hiába... Na bazd meg. És hiába volt nálam lámpa. Annyira nagyon nem láttam messzire. Megtámadott egy disznó. És miután a disznó megtámadott, az még egy dolog volt, hogy lelőttem őket. De az utolsó golyóval halt meg az utolsó disznó. És még mindig nem voltam a közelébe a kiáratnak. Természetesen, ahogy közelítettem a kiárat felé, belefutottam még kettő disznóba, és nem tudtam őket lefutni. És ugye ezek ráadásul nem adják föl az üldözésedet. Úgyhogy futottam... Tudjátok, van az a mondás, hogy esett az eső, aztán egyszer csak úgy elállt, mintha elvágták volna. Hát ez szerintem most konkrétan így történt. Hello! Na nézzük, mit gyűjtött nekünk a barátunk. Gyűjtött almot, gyűjtött tejet. Egy kis szirincs. Meg egy jó sajt! Oké. Na, itt vagyunk, a zöldnél tudunk kimenni. Hát ha csak nem kekszel meg minket valaki nagyon utolsó pillanatban, nagyon sunyi módon, akkor kijutottunk. Ilyen megvirat is elállt az eső, igen. 34 ezer értéket hoztam ki, csak az a baj, hogy ezeket nem nagyon akartam most eladni. Mert a questekkel kéne haladni. Ez még rímelt is. Még mindjárt meg tudom nektek mutatni, hogy mit is jelent az, hogy naponta hoz lootot a kisegér. Hogy milyen lootokat, mert hát ha valakit érdekel, hogy mit építsen a bázisán, és legalább meg tudom azokat a dolgokat mutatni, amik kellenek amiket ott lehet építeni. Na nézzük, miket hoztunk még. A kajásba biztos, hogy hoztam tejet. Yes. Vizet majd kraftolok én ebből. Ez is 4 víz. Hoztam ilyen konzervet. Hoztam csokit. És ilyen csokim még nem is volt. Meg ez már a második prémium csokoládé. Yes. Ott van még egy tej. Megint csomó szirincset hoztam. Itt van virsli. Ez azért jó, mert a virsliből tudunk majd csinálni hotdogot. Ilyen hotdogot. Csak majd kell hozzá kenyér. A szintlépés egyébként arra jó, hogy azt határozza meg, hogy milyen cuccokat tudsz venni. A kólát ide rakom. Szia, canned beans. Ezzel most találkoztam először. Slash, köszi szépen. Oké, akkor ide mi jön? Na hát ezt már nem kellett volna elhozni, úgyhogy ezt úgy fogom csinálni, hogy mindegy, most még elrakhatjuk. Ebből már túl sok van. Naponta is nagyon sokat kapok ebből, de mondjuk kell is, tehát annyira nagy probléma nincs ebből. Jó, ide azt hiszem más nem jön. Ja, de a cigaretta. Aztán itt van a négyes, ez a doktor bácsis rész.
Ez stackkel? Nem stackkel. Hú, azt viszont akkor jó szar lesz tárolni. Szerintem itt van egy kis hidrogénperoxid. Figyeljetek, ezeket a szirincseket. Ezeket ne adjam el inkább. Nézzétek meg, nagyon sok van belőle. Leveszem a kameraképem, és akkor látjátok. Kurva sok ilyen injekcióm van már. Ez van, van itt közületek, aki ezeket a szurikat itt tolja magába? Én nem próbáltam még, mert így elolvasom azt, hogy mit ad, és az jó pofa. Tehát az jónak tűnik, hogy ez ad 30 HP-t, ez ad mondjuk radiation resistet, ez ad max weight-et, meg hungert, meg thirst-et, viszont 300 másodpercre jön föl rád a buff, de second-ként utána meg csökken a hungered, meg a thirst-ed. A kék, meg a lila az jó. A kék... Oké, ez valóban, ez csak pozitív, ez nagyon jó. Megszúrod magad, és akkor ad éhséget és szomjúság, vagy oltja az éhségedet és a szomjúságodat. És ez lenne a lila? Ez inkább rózsaszín, nem? Azt mondja, hogy ez ad 10 hungert és 15 thirstet, viszont 0,12-vel csökkenti másodpercenként 300 szekig. Mert az arcon pörgés a deákon. Jó, hát figyeljetek, mert mondom, én ezzel úgy voltam, hogy ezeket így elrakosgatom, hogy majd megnézzük, hogy később kell-e, de mondjuk így 1, 2, 3, 4, 5. Kettőt eladok. Jó, hogyha túlságosan sok van, akkor eladom. De mondjuk így mindegyikből 5-öt megtarthatunk. Azt a kettőt eladom. Az 2x-tekkel, az 3x-tekkel. De meg szoktam craftolgatni is ezeket, úgyhogy ez azért jó. Ezt kirakhatjuk. Ez nem tudom mennyit, ez 4-ig? Hát akkor azt be is raktam meg. Ez ilyen bleed csökkentő kenőcsöm is van. Jó, ezt eladjuk. Akkor a kékkel tudod kivédeni a debuff részét, szóval az... Igen. Tehát mondjuk így kombózni lehet. Tehát azzal nem mondtok egyébként hülyeséget, hogyha ha összekombózom a dolgokat, akkor jó. De várjál, ezt használom. Ezt nem használom. Ezt nem lehetne... összeállt. Nagyon jó. Nagyon jó. Ezt csak kidobjuk. Ez ide jön. Na, mert látjátok? Tehát van nekem ilyen velem. Itt vannak akkor a borfangok, mert azok kellettek még, meg akkor kirakjuk ide ezeket az üvegeket. Meg van most már még egy zippó öngyújtóm. Igen, ezt a táskát annyira ne nézzétek, mert ez szemetelős táska. Valami viszont completed, úgyhogy majd meg kell nézni. És ezt a fegyvert, meg ezt a fegyvert akarom lepucérítani, és megnézni, hogy abból jön-e valami olyan, amivel az enyémet upgrade-elem, ami ez. Egyrészt melyiknek milyen a durability-e? Hát, az a durva egyébként, Vic, hogy annyira nem. Tehát nem volt benne több órám, mint... hát kettesével is craftolhatjuk. Mint amit streamen toltam. Talán egy picivel több, csak most már így targetelten hoztam ki a dolgokat, és úgy azért könnyebb volt. Ezeket a Christmas dolgokat akarom lecraftolni. Csak ehhez kell ugye rútolni a prémium csokoládét, meg a Santa Armorhoz, amúgy még kellene nekem egy vörösbor, egy kávé és egy tea. Mondjuk azokat tudom gyártani, de a vörösbort nem. Szia, Fly! Hello! Na figyeljetek, ezt a fegyvert, meg ezt a fegyvert kell megjegyezni. Ezen egy silencer van, ezen meg egy kompenzátor, és azokat akarom lesz ez. Tehát ezen van egy ilyen sima stock,
25-15. Ezeket most egyébként így pucérra vetkőztetem, és megnézem, hogy valamit ebből rá tudok-e tenni a másikra, hogy attól jobb legyen. Na ez mi volt egyébként? Szupresszor. És ez egy jó pofa szupresszor, mert kettővel csökkenti csak a damage-et. Balral az annyira nem érdekes. És melyik volt a másik? Ez, ugye? Ez, igen. De most egyébként, aki már sokkal előrébb jár a játékban, az biztos röghet, hogy ilyen szar lootokat nézegetek. De azt akarom, hogy ezt, ez az én fegyóm, hogy ezt tudom-e buffolni. 25-15, 28-11, na ez már például egy upgrade volt rá. A grip, a 4 ergonomics, 4 ergonomics, de jobban néz ki, hogyha szürke. 2-3-2-3 a szar, a 6-6 az jobb. Barrel, az olyan, ami rajta van. A magazin. Nekem olyan magazinom van, ami reload speedet ad, ez nem ad egyiket se. Na, és nézzétek csak, tehát ezen nekem egy olyanom van, egy muzzle break, ami 6-tal növeli a damage-et. Ha mondjuk inkább az kell, mint a csökkentős. Ez viszont 7-tel növeli a damage-et. Tehát az upgrade. 8 recoil, ez 10... Aha, na, figyeljetek. Buffoljuk a fegyvert. Rakunk rá egy izét, sight-ot, mert az nem volt rajta. És attachmentként van nekem rajta egy zöld lézerem. Jó, végül is akkor sikerült buffolni azt a fegyveremet. Ennek tökre örülök. Ezt szerintem nem tudjuk semmivel se buffolni egyelőre. Igen, mert azon lámpa van. Opa. Azon lámpa van, én most azt használom, van vel, és akkor a másik kettőt azt meg eladjuk. Meg igazából mindent eladhatok, ami most a táskámban van, ugye? Igen. Yes, a vizeket kirakjuk. Oké. Okay. Nagyon-nagyon sokat számított egyébként az elején, hogy megépítettem ugye ezeket a cuccokat. Most mindjárt eladok, és megmutatom nektek, hogy melyik asztalka mit ad naponta. Storage level 2. Mennyi pénze van még a vendornak? 12 000. Hát az órák azok sokat érnek, azt hiszem. Storage 3. Nagyon jó. Szépen a statjaim is nőnek. Szia, Tifa! Hello, hello! Loot az loot. És el is fogyasztottuk egyébként az emberünknek a pénzét, és van 33 000. Az teljesen jó. Na, nézzétek csak, tehát naponta, amikor reset van, akkor a gardenből jön nekünk scrap kaja, meg scrap medicine. Ettől az asztaltól jön ammo, mármint ilyen scrap ammo, egész sok. Aztán itt van ez az asztalka, ez adja nekünk naponta a scrap metált, ezért van olyan sok már a bankba, és ez a legdurvább, figyeljetek, ez a kisegér. Figyeld, hogy mit hoz naponta a kisegér? Full random lootokat, de nagyon sokat. Tehát a kisegeret nagyon-nagyon megéri szerintem megépíteni, mert iszonyat mennyiségű cuccot hoz. És ezt minden nap. Volt egyébként, azon röhögtem a legnagyobbat, amikor ráadásul quest itemeket hozott, és az nagyon sokat segített. Minden hozott csövet, lerakhatjuk ide. Ó, hozott üres injekciót. Tudunk saját injekciót csinálni belőle, az azért jó. Na jó, akkor viszont szerintem maradunk annál, hogy ebből lehet, hogy két sorunk lesz. Hozott rózsaszín szurit. Azt mondtátok, hogy a rózsaszín az jó. Igen, mostanában mindenki nagyon sokat dolgozott.
Na nézzétek meg, mennyi scrap ammon van itt lent. Ez 1000. És szerintem a többit azt ezen felül már eladom. Van egy kis tojás is. Akkor tojást megehetjük. Vagy lehet, hogy meg tudom sütni. Mindjárt meg is nézzük, hogy tudunk-e valami jót craftolni a tojásból. Itt tojás. Mi van? Víz? Mi? Ennyi minden kell egy rántottához? Hát ez bolond. Igen, itt van, tehát a teát meg a kávét azt tudnám én csinálni. Ó, boiled egg. Egy víz, egy szén és egy tojás. Hát csináljunk egyet, mert az olyan, az sokkal jobban néz ki, mint a sima tojás. Jó van. Na tessék, ezt nézzétek. Van egy főtt tojásom. Meg még egy hotdogom. Jó, többit mind eladjuk. Ja, nem is fogom tudni mind eladni. Erre tudunk tőle venni valamit? Mondjuk a szenet azt megveszem tőle. Az szokott kell lenni, és ezt nem mindig találok. Ammót nem veszek. Az az igazság, hogy innen tőle fegyvert se akarok, mert ő már ilyen nagyon-nagyon basic dolgokat ad csak. Jó, még adhatjuk. 444, nagyon szép. 462. 712. Na tessék, olyan szinten csupaszítottam le, hogy 21 dollárja maradt a vendoromnak. A szenet azt elrakjuk. Na, mit írtatok közben? Én mindig magamnál tartok egy lila szurit arra az esetre, ha sok jó dolgot találnék. Ja, mert akkor azt beszúrod, és akkor ki tudsz vele sétálni. Na, azt néztem, hogy van pár kaja, ami kevesebbet tölt, mint az alapanyag, amiből készül. Ó! Na, azt mondjuk érdemes egyébként nézni, ez ügyes vagy, hogy ezt észrevetted. Naponta kap pénzt, tehát a vendorok is reszetelődnek naponta. Figyeljetek, szomjas nem vagyok, viszont éhes igen, úgyhogy verjük be az egyik hotdogot. Mondjuk az szerintem nem normális, hogy egy átalakított kaja, tehát egy lefőzött kaja kevesebbet töltsön. Na, mondom, hogy milyen küldik vannak. Kellene még találnunk egy Wilfont cigarettát. Oké. Okay. Tusonka, canned fish és pasta. Aha, tehát ez a bármennek kell. Egyetlen egy darab, aha, tehát kell még szereznünk egy darab disznó fogat, és akkor kész az egyik küldi. Valamilyen rádiótornyot kell találni, még meg kell ölni egy farkast. Azt mondja, hogy power outlet, multiplug és DVD. Aha, multiplugot kell még hozni ide. Chemical, fire és electric kristály. Hoppá, oké, tehát kristályokat lootolni kell. Kell egy USB. 4 darab premium és 8 general chocolate, meg valami retrieve the documents. Jó, oké, bőven van még questünk itt is. Annám, nagyon szépen köszönöm a cheert, szia-szia. Lassan egyébként, mondjuk még mindig tudok ezen a mapon is küldizni, de lassan lehet, hogy át kell menni majd a következő mapra. Én még nem jártam egyik másik mapon se. Kis spoilert láttam a többi mapról, mert Dávidék jóval tovább tartanak már progresszbe, mint én. Na, nekem kellene egy rádiótorony, de azt itt nem jelöli semmi. Kristályokat, azokat kell lootolni, az oké. Okay. Viszont olyan ajaj. Na most itt nyugiban megközelítjük az objektumot. Milyen színű enemik vannak? Az halt.
Igen. Tudom, hogy többen vagytok. Disznó! Oké, nyugalom. Ott még kell bent lenni embernek. Kicsit félek. Hallod, hogyha nem ment volna a fölirat fölé, hogy reload, akkor nem... Ajaj! Pillanat, kifogytam. Elnézést, most nem ér lőni. Hol vagy? Valahol ott volt. Ott világít a kis sunyi. Disznófog? Csak egy darab disznófog kellett, ugye? Igen. Úgyhogy elviszek 4-et. Menj elő, ő itt halt. Csak a szenet viszem. Jó, ez azért fontos, mert hogyha majd el kell dobnom lootot, akkor majd a disznó fogatva. A drogos minden itt. Az a szendvics. Az mi? Az ilyen lefűrészelt csövű? Na jó! Oké, ezt hozom, mert ezt ilyet még nem láttam. All weapons, foregrip, suppressor, PTS, ez az marauderhez, nem is láttam még ilyen fegyvereket. Ez csak simán egy 30-as tár, ezt ismerem. Ezek egy 20-as tár valamihez. Oké. Ja, őt már lootoltam. Azért jó, hogy attachmenteket előbb kapok különböző fegyverekhez, mint hogy megtalálnám azt a fegyvert. Jó, most benézhetünk megint ide a Police Stationhöz. Most szerintem itt gúlok lesznek. Ah, ott is van egy. De figyelj, látlak! Egy. Kettő. Volt még egy harmadik is. Disznó? Na. Oké. Ott a gúl. Jó, az is. Jó, minden halt. Mindent elpusztítottam. De amúgy most hozhatunk magunk a húsit is. Akkor legfeljebb majd megsütjük, főzzük. A reloados embert nem lootoltam? Igen? Ez kimaradt? Hoppá, azt nem akartam. Bőr az nem kell. Na majd akkor visszanézünk oda hozzá. Togy. A reloados ember az hol állt ráadásul? Merjen az ott valahol a sarokba volt. Crackers. Igen, hol volt? Itt jöttem. Ja, ezt az embert. Igazad van. Volt nála... Oh, Armor Repair Kit! Király! Jó. Akkor mehetünk följebb. Ha? Na ugye itt van a veszedelem bent. Tehát az ott a durva. Ajaj. Jó, egy ott talán meghalt bent. Hallom, hogy itt járkál. Halljátok? A rohadt életbe! Igen, Lázár és az ő bodyguardjai, azok eléggé durvák. De tudjátok mit? Most nem a lootra megyünk, hanem arra, hogy próbáljunk questet csinálni.
Ebben a játékban háromszor jobbak a hangok, mint a Kod és a Tarkov. Amúgy ebben a játékban tényleg nagyon jók a hangok, Lali. Kíváncsi lennék egyébként, milyen lenne ez a game, hogyha PvP része is lenne. De lehet, hogy én pont azért kedvelem, mert hogy PvE. Ugye nem ilyen sötét lesz. Basszus. Na jó. Mire tudunk rámenni fixen? Borfang, Wolf és kristályok. Ó, Istenem, most muszáj volt nekem ilyen hülyének lenni? Na jó, bal oldalt lent van a kijárat, úgyhogy csak arra megyünk. Semmit nem látok. Mindegy, ha meg kell baszolni, meg kell baszolni. Oké. Most ez azért rossz, mert hogyha én nem látom a farkasokat, és ezek csak így elkezdenek rám charge-olni, pillanatok alatt meghalok a bleedingtől, amit rám raknak. Ott mi mozgott? Ja, itt egy ház. Ugye arra kíváncsi lennék, hogy ilyenkor, amikor este van kint, akkor a házba attól még... na jó, mondjuk ezzel a prémium csokival jó lenne kijutni. Jó. Hát ez jól elcúrtam. Kópot? Igen, az mondjuk vicces lenne, ezen mi is gondolkodtunk, hogy a több... Hát igen, csak hogy akkor hogy balanszolod jól? De abszolút, tehát hogyha ezt lehetne kóba játszani, hát ez zseni lenne. Akkor a harmadik prémium csoki. Figyeljétek, már csak ezért a prémium csokiért megérte bemenni.